szószátjár. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megfogulni. Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok. Én Nádasdy Ádám. Ma hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni, mert megint felhalmozódtak. Ez a szószátyár műsora, ahogy mindig szoktunk. És először is, mint szoktuk, visszatérünk a korábbi műsorokhoz érkezett reflexiókra röviden. Először is kitüntetett helyen az előző műsorban a szláv nyelvekről beszéltünk. Kristó László volt a vendégünk, és utólag ilyen lépcsőházi vagy udvari gondolat volt, hogy összekevert valamit. Nincs semmi jelentősége egyébként, de egy példát hozott arra, hogy a cseh és a szlovák nyelvben úgynevezett lexikai, tehát szó kincsbeli különbségek vannak sokan, és erre példaként azt a szót mondta, amit csehül úgy mondanak, hogy borúvka, szlovákul meg, ha jól emlékszem, csucsorjetka. Igen. És ez egy bogyónak a neve, csak nem az a bogyó, amit igen, ő azt mondta, hogy boróka, és aztán nagyon hamar rájött, hogy áfonya hasonlóképpen is néz ki, de mégis nincs jelentősége, és ki tudja, lehet, hogy a borókát is másképp mondja. De szláv hallgatóinktól ezúton kérünk elnézést. És nyilván nem véletlen a tévesztés, hiszen a borúvka az nyilván ugyanaz a szó történetileg, mint amiből a magyar boróka lett, igen. És biztos van olyan a szláv nyelv területen, ahol a borókát hívják így. Tehát azért olyan nagy tévedés ebben nem volt. Egy egész más jellegű tévedésre hívta fel a figyelmünket Pataki Pál tanár úr, aki nekem francia tanárom volt a gimnáziumban, meg osztályfőnököm. Hát ha tévedés, persze. Hát, hogy mondjam, Ádám, hogy az új latin nyelvek, a szláv nyelvekkel kapcsolatban beszéltünk a magánhangzó hosszúságáról, és akkor mondtuk, hogy hát más nyelvekben is valami, hogy szóba jöttek az új latin nyelvek, és ott sincs, ott is nagyjából eltűnt a magánhangzó hosszúság az olaszban, a spanyolban és a franciában, mondta Ádám, és én rá is bólintottam, igen. Miközben füllel hallható módon vannak hosszúságbeli különbségek, például a franciában, hát az olaszban ugye jól hallható, a franciában is sok helyen hallható, és erre hívta fel a figyelmünket Pataki Pál. Nem fogom felhozni a példákat, csak talán néhányat. Azért mondjuk el, hogy igen? Ez a hosszúság, ez nem az a hosszúság. Tehát két szinten lehet vizsgálni a hangok természetét, és így a hosszúságukat is. Az egyik szint, amit úgy hívunk, hogy beszédhangtan, vagy fonetika, ami tényleg azt nézi, hogy mi jön ki a szájukon. Ebből a szempontból igaz, hogy az olaszban vannak hosszú magánhangzók, Maria, hát persze, hogy az íj hosszú, és a franciában mondjuk cœur, a szív, hát mindenki hallja, hogy ez egy hosszú ö volt. A másik ugye a beszédhangtan, vagy fonológia, amelyik azt nézi, hogy a rendszerben van-e olyan magánhangzó, amelyet hosszúnak kell neveznünk, de ezt csak akkor tehetjük meg, ha olyan is van, amelyet rövidnek kell neveznünk, és ha kicseréljük, akkor mást jelentenek a szavak. Mint a magyarban mondjuk az, hogy mi velünk. Ez két teljesen különböző szó, ezért mondhatjuk, hogy a magyarban van hosszú i és rövid i. Így van ez a franciában? A kérdés elég bonyolult egyébként, mert hogyha a hallgatói megkérdezik, hogy na jó, de ők honnan tudják eldönteni, hogy melyik esettel állnak szemben, nem mindig könnyű eligazodni, de ez a próba például, amit említettél, hogy létezik-e olyan szó, amik között csak az, vagy olyan két szó, amik között csak az tesz különbséget, hogy az egyik hang az egyikben rövid, a másikban hosszú. Ez egy jó irányadó, jó próba. A franciában nagyon nehéz ilyet találni. Tehát már az egy intés, hogy a franciában nem egészen erről van szó, hogy rettentő nehéz ilyet találni. Hiszen a példa, amit mondtál, cœur, szív, nincs olyan szó a franciában, és nem is lehetne, ami ugyanígy hangzana, csak rövid ő lenne benne, és mondjuk más jelentene, de mindegy is, hogy mit jelent, nem is lehetne ilyen, mert itt a hosszúság attól van, hogy az ő után egy r következik a szótag végén, hangsúlyos ő a szótag végén,
és csak ebben a helyzetben le, vagy hát ez az egyik olyan helyzet, amikor hosszú, de ebben a helyzetben rövid nem állhat, tehát eleve nem lehet ilyen kontraszt. Ezt úgy hívjuk, hogy kiváltott hosszúság, mert a környezet az utána következő r, ebben az esetben kiváltja a hosszúságot. Ha szabad így mondanom, nem a szó dönti el, hogy ő benne hosszú vagy rövid legyen a magánhangzó, hanem hát a hangalakja. Míg magyarul valóban, hát ugye mondhatom azt, hogy kor vagy kór, ott hát most egy kicsit metaforikusan fogalmazva, a szó dönti el az ő szuverén joga, hogy azt mondja, hogy kérem, én bennem rövid, legyen, a másik azt mondja, hogy hosszú, Hát ilyen jelenség egyébként sok nyelvben van, ahol például a hangsúlyosság váltja ki a hosszúságot, tehát például az olaszban is azt tapasztaljuk, hogy a hangsúlyos magánhangzók hosszúak, legalábbis nyílt szótagban. És ez is egy ilyen kiváltott hosszúság. A másik dolog, ami int a francia esetében az, hogy vajon a minősége ugyanaz annak a két hangnak. Jó, a magyarban is lehet vitatni, hogy a kor és a kór az teljesen azonos minőségűek-e, de ha a franciában találunk olyan példát, ami úgy tűnik, hogy ilyen minimálisan csak a hosszúságban tér el egymástól, akkor általában, vagy talán mindig, de mindenképpen döntő többségben a minőségük is más azoknak a magánhangzóknak, tehát nem csak hosszúságbeli különbség van. Ilyen például, ha azt vesszük, most két olyan szót mondok, ami közismert lehet a magyarban, a Paul név, mint fiú név, úgy írják le, hogy Paul, vagyis Pál. Rövid óval van. Hiszen hallgatunkat is éppen Pálnak hívják, igen, aki ezt beküldte. Szemben a Pól névvel, ami ugyanez csak a női megfelelője, és ugyanígy írják, csak egy el van a végén. Vagyis és Paula, az, ugye magyarosan. Paula, ez viszont hosszú óval van. Igen ám, csak a két ó is jelentősen eltér egymástól. Tessék meghallgatni, Pál és Pól. Pál olyan, mint a magyar A egy kicsit, nagyon nyíltan ejtik, Pól zárt. Tehát nagyon sokszor a hosszúságbeli eltérés nem önmagában jár, hanem más különbségekkel együtt. Szóval a franciában egyrészt leggyakrabban ilyen kiváltott különbségről van szó, itt pedig a Paul esetében pedig minőségi különbségről is szó van. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezek csak hosszúságban állnak egymással szemben. Te mondtál egy példát, ahol mintha nem lenne ilyen minőségi különbség sem, meg kiváltott hosszúság sem. Én még úgy tanultam régies, szép, hát ilyen akadémikus franciát, hogy ott volt, az E hanggal kapcsolatban volt ilyen, tehát tenni az úgy van, hogy maître, és mester az pedig úgy van, hogy maître. Az írás is különbözik, mert az egyik az metre, a másik maitre. De a mai nyelvben, utána olvastam én is, már a legtöbben ezt a különbséget nem tartják be. Vagyis hát... Nagyon érdekesek egyébként ezek a sporadikus különbségek. Jó, nyilván sok ilyen van a franciában, de mégiscsak egy nagyon sajátos magánhangzónak egy nagyon sajátos helyzetében fordul elő. Egy kicsit olyan, mint a magyarban, ahol sporadikusan előfordul mondjuk a hosszú AE magánhangzó, holott. Hát a hetes, a hét A buszon mentünk például. Igazad van. Vagy egyszerűen menjünk arra. Ugye, igen, ott is hosszú A van. Igazad, igen, van. De hát a magyar nyelvtanokban nem találunk olyasmit, hogy a magyarban lenne hosszú A és hosszú E, hiszen az annak meg az E-nek a hosszú párja az A és az E. Igen. De néha speciális esetekben, igen, például amikor kiejtjük az A betűt, A betűnek, igen, mondjuk, igaz, hosszan, vagy a, az arra szóban hosszan ejtjük, de ezek nem szerves részei a magyar nyelvi rendszernek. A rendszernek úgy van. Vagyis hát a válaszunk Pataki tanár úr megjegyzésére az, hogy természetesen hangtanilag vannak a beszédben, a szép francia beszédben, kell, hogy időnként a magánhangzók hosszúak legyenek, de ez sohasem jelenti azt, hogy ők a hangrendszerben, mint hosszúak volnának jellemezve. Jó. Egy másik kérdés, amire sokan reagáltak, ami tulajdonképpen mellékes példa volt, de én gondoltam, hogy a hallgatóinkat lázba fogja hozni, ez a krém és a kenőcs különbség. Hát mi biztattuk gyógyszerész hallgatóinkat, hogy szóljanak hozzá, és mondják meg, hogy önálluk mi a helyzet. Igen, én ugye azt állítottam, hogy nem olyan egyszerű a kettőnek a viszonya, hogy az egyik egy tágabb, a másik meg egy szűkebb, meg az sem igaz, hogy két egymást kizáró kategóriáról van szó. Tehát, hogy én arra hoztam fel példának, hogy nem olyan szép logikusan rendeződnek el a jelentések, és engem igazolnak a hallgatói
reakciók is, mert több szakember is reagált egyébként, meg fölhoztak szakszövegeket is. És nem ugyanazt mondják. És nem ugyanazt mondják érdekes módon. Halljuk, halljuk. Meze Imre például azt mondja, hogy felesége gyógyszerész, és ő azt mondja, hogy a kenőcs az gyógyszer, hatóanyagot tartalmaz, a krém viszont kozmetikai kategória hatóanyag nélkül. Én szívesen elfogadom, ha tényleg ez a bevett különbségtétel. De csak nem, az a furcsa, így van. Hát én nem tudom, mert nem értek hozzá, csak az a furcsa, hogy más hallgatóink szintén gyógyszerész forrásból, mert másképp nyilatkoztak. Például? Például Bíró Csaba, aki ugyan maga nem gyógyszerész, de egy gyógyszerészeti szakszövegből hozza föl idézetként, tehát nem is ő mondja, hanem idézetet fogok felolvasni. A lágyabb állagú krémeknek nagy a víztartalma, ezért könnyebben kelhetők, míg a kenőcsök nehezebben oszlathatók el a bőrön, a tapintásuk is zsírosabb. Ezek a tulajdonságok a használt időpontját is meghatározhatják. A krémeket általában reggeli, nappali, míg a kenőcsöket inkább esti, éjszakai használatra javasolja a kezelő orvos vagy a gyógyszerész. A kezelő orvos vagy a gyógyszerész. Tehát akkor ezek mind gyógytartalmúak, ugye az ő szövege szerint. Gondolom én, vagy legalábbis nem úgy tűnik, hogy abban különböznének egymástól, hanem az állaguk könnyebben kelhető, illetve nehezebben. Nagyon érdekes. Igen. Mit mond Dia nevű hallgatónk? Dia... úgy egészen nyilvánvaló, hogy gyógyszerész, bár ez így talán nem, ezt így nem írja, de azt mondja, hogy szakmai gyógyszerészeti szempontból a kettő egészen más, mondja ő, és ha így nyilatkozik, akkor neki nyilván ez a szakmája. Azt mondja, a víz és olajtartalom alapján nevezünk valamit krémnek vagy kenőcsnek. A krémnek magas a víztartalma, olajtartalma pedig alacsony. A kenőcsnél ez pont fordítva van, tehát az olajtartalma magas, víztartalma pedig alacsony, akár nulla is lehet. Aha. Ezzel általában állagbeli különbségek is járnak, vagyis a krémek tényleg könnyebbek, a kenőcsök pedig nehezebbek, sűrűbbek, de alapvetően nem az állaga miatt lesz valami krém vagy kenőcs. Ez egybehangzik egy kicsit az előző állásponttal, hogy az állagban különböznek. Itt még elmagyarázza a gél fogalmát is, de az most ebből a szempontból mellékes. Köszönjük szépen. Nagyon érdekes. Hát, igen. Lám, lám. És akkor mindez csak a gyógyszerészeti szempont, ugye akkor még nem kérdeztünk cukrászt, és nem, és a hétköznapi beszélők pedig fittyet állnak a cukrászokra is, meg a gyógyszerészekre is. Igen. Tehát, hogy valójában a krém és a kenőcs különbsége miben áll, azt szerintem nem lehet ilyen normatíve meghatározni. Illetve, ha egy szakmában van egy elterjedt szokás, az persze betartják. Ha ehető, nyilván. Akkor krém. Azt nem nevezzük kenőcsnek. Bár lehet, hogy nem írtam föl, de Súlyok Miki, kedves barátunk, azt mondja, hát ő ugye szakács, és azt mondja, hogy ők igenis használják a kenőcs szót olyasmire, amit rákenek, valamire igaz, hogy tréfásan. Hát most, igen. Jó, készíts még abból a kenőcsből egy kicsit. Hát persze, de trutymónak is szoktuk nevezni tréfásan, igen, valóban. Tehát azt mondod, hogy ami ehető, az biztosan krém. Hát ez a mindennapi használat, igen. De kétségtelenül, amit már a bőrre kell kenni, ott akkor ezek szerint kétfajta iskola van. Az egyik azt mondja, hogy a hatóanyagon múlik, hogy a krém az csak kozmetika, a kenőcs az gyógy. Mások azonban, mintha többségben volnának, azt mondják, hogy gyógy lehet mind a kettő, de az állagán múlik. Hát ennyit. Ami a víztartalmával függ össze. És az olajtartalmával. Hát... Jó. Itt a mi nyelvészeti műsorunk, azt hiszem, hogy ezt lezárhatja. Jó. Van még egy reakció korábbi műsorainkra. Arról beszéltünk az egyik műsorban egy hallgatói kérdéssel kapcsolatban, hogy mennyire lehet földeríteni azt, hogy egy bizonyos nyelvnek a változására, vagy... kialakulására, vagy jellegzetességeire mennyire hathattak azok a csoportok, akik azon a területen velük együtt éltek, vagy korábban ott éltek, vagy ugye ezt nevezzük szubsztrátum hatásnak, hogyha egy korábban ott élő közösség nyelve hat egy nyelvre, illetve szuperstrátumnak, hogyha egy később oda települő csoportnak a nyelve hat rá. És szubsztrátum mi... ugye alréteg, szuperstrátum pedig hát felréteg, tetején levő réteg. Na most nyilván mi nem mondhatunk olyat, hogy ezek ilyen hatások nincsenek, hiszen tudjuk, hogy minden nyelv, akik együtt élnek, akár szomszédosok, akár egy területen élnek, azok mindig hatnak egymásra.
ez attól is függ, hogy mennyire vannak, mennyire beszélik egymás nyelvét a közösségek, és így tovább. Tehát ez nyilvánvalóan így van, csak a kérdés arra irányult, hogy vajon visszamenőleg tudunk-e olyan, nem tudom én, 1000-2000 évre visszamenőleg ilyen hatásokat igazolni, hogy például lehetett-e az Itáliában beszélt, korábban beszélt nyelvnek hatásuk arra, hogy miért olyan lett az olasz amilyen, vagy a Hispániában beszéltek hatásra, hogy miért olyan lett a spanyol amilyen. Tegyük hozzá, hogy itt most nem a szókincsre gondolunk, az persze az nagyon, is egyértelmű, az nagyon érdekes, igen. Hanem a nyelvtani vagy a hangtani szerkezetre. Itt főleg hangtani. Az a ravaszabb. De a nyelvtani. De a hallgató kérdése az arra irányult, hogy az artikuláció, tehát hogy a hangzása a nyelvnek az mennyire. Jó, azért hadd hozzak egy nyelvtani példát. Ha igaz az, és úgy tűnik, hogy igaz, hogy az erdélyi magyar, vagy hát most mondjuk meg nyíltan a romániai magyarban, az el kell menjek szerkezet román hatásra alakult ki, akkor ez egy szuperstrátum hatás, hiszen a románság az utóbbi 100 évben, ugye, mint egy felülről jövő, mint a hatalom birtokosainak és az államiság nyelve rétegződik rá az ottani magyarra, és ennek hatása leszivárog az ottani magyar használatba. Ugye ez egy szuperstrátum hatás. Ha igaz az, hogy az utóbbi 100 évben történt, mert attól, hogy román hatás még attól is lehetett korábbi is, de jó, igen, mondjuk ez jó, lehetne igen, egy példa. Csak a példakedvény. Na, mivel a hallgató kérdés az a hangtanra irányult, mi alapvetően azt válaszoltuk, hogy ez nagyon nehéz és majdnem, hogy lehetetlen vállalkozás, lévén, hogy a hangfelvételek, a 1000-2000 éves hangfelvételek nem léteznek, és nem tudhatjuk, hogy hogyan beszélték ezeket a nyelveket, és amit tudunk is, mert persze vannak leírások régi nyelvekről is, sohasem tudhatjuk az oksági összefüggéseket, hogy valóban ennek a hatására, mi minek a hatása. És az egyik hallgatónk, Virág Péter, felhívja a figyelmünket egy figyelmetlenségre. Mi azt mondtuk, hogy a francia nyelvnek a hangzása, ugye nem tudjuk, hogy mennyire köszönhető a keltának, ami ott ugye Galliában kelt a népek éltek, amikor a latin elterjedt. Hogy miért van a franciában ű, meg ő, így miközben van. A többi neolatin nyelvekben nincsen. És felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez a keltával nem valószínű, hogy magyarázható, mert valószínűleg nem volt az ottani keltában ű, meg ő, de ez persze még ebben sem lehetünk teljesen biztosak. Fölhívja a figyelmünket egy figyelmetlenségünkre, hogy nem számoltunk a germán hódítókkal, ugye a frank, a nevét is innen kapta Franciaország, a frankokról, igaz, valóban az északi részt meghódították. Az egy szuperstrátum. Az egy szuperstrátum, és elég elterjedt az az elmélet, hogy az ő és az ő az germán hatásra került bele a franciába, sőt még a racsolt ert is szokták ennek tulajdonítani. Annyiban igaza van, hogy tényleg nem említettük a frankokat, hanem csak a keltákról beszéltünk, de abban már nem biztos, hogy egyetértek vele, hogy ez olyan magától értetődő lenne, hogy ez a bizonyos előképzett, az ónak és az únak az előképzett változata, az ő meg az ő, az ahhoz feltétlenül germán hatás kellett. Először is azért, mert nem csak a Loire-tól északra fekvő területeken terjedt el, ahol a frankok voltak, hanem ez egész francia nyelvterületen. Másrészt nem biztos, hogy abban az időben kezdődött, ezt nem tudjuk, nincs dokumentálva, már pedig a nyelvészet, mint hát minden igen. Tudomány, hát adatokkal igen. Dolgozik, és dokumentálni hát kell igen. Az ilyen tényeket. Hát tehát nehéz, és még egy aggályom van egyébként, ha már ilyen elvont érveknél tartunk, hogy hát azért Itáliában is elég sok germán kontaktus volt, és Hispániában aztán még több, ugye, a nyugati gótokkal volt tele, akkor fel lehetett a kérdés, hogy ott vajon miért nem lett ő meg ő. Tehát ezek sajnos a pontos adatok nélkül egy kicsit ilyen történelmietlen feltételezések, hogy hát biztos a germánok elterjesztették az őt meg az őt. Hát vagy igen, vagy nem. Jó, az például elég jól van dokumentálva, hogy a mai magyarban C kezdetű szavak, tehát mint a cukor, meg ezek, a cérna, stb. Tehát a szókezdő C, a szláv hatásra terjedt el a magyarban, mert a magyarok szubsztrátumként itt találták a szlávokat, akiket leigáztak, de akik egyébként náluk civilizáltabbak voltak, rengeteg dolgot, ugye... Mezőgazdaság. A mezők, de hát az asztal, az ablak, az udvar, a, mit tudom én, a letelepült életmód,
És olyan szavak voltak C-vel, mint a cékla, meg ilyesmi, és hát végül addig, hogy mondjam, bombázódott a magyar ezekkel a szavakkal, amíg végül beadta a derekát, és azt mondta a magyar, hogy jó van, akkor legyen nálunk is C-hang. Ugye a cső például egy ilyen példa, hogy az olyan régi szláv átvétel, mert ugye cőnek kéne lennie a szlávság alapján, de akkor még nem volt C a magyarban, hát jobb hiány C-vel vették át, de aztán később már meglett a C. Igen, az ilyen példák, egyrészt ezek dokumentálva vannak többnyire. Igen. Tehát az egy nagy különbség. Igen, igen. A másik pedig az, hogy nem érintik az egész artikulációs rend. Jó, igen, egy-két igen, hangzónak igen, a meglétét igen, esetleg, igen, igen de... Igen. Jó, tehát én továbbra is szkeptikus vagyok az ilyen spekulációkkal kapcsolatban, hogy egy bizonyos nyelv azért olyan, amilyen, mert az ott lakók, a korábban ott lakók hasonlóképpen beszéltek, hát ezt hiszem, hogyha látom, de természetesen, ha valami dokumentum előkerül, akkor... Igen. És persze nem lenne csoda, hiszen a nyelvek, ahogy megfogalmazza is Virág Péter hallgatunk, a francia története egyben jó példája annak, hogy a nyelvek állandó mozgásban és kölcsönhatásban élnek, ezt semmiképpen sem tudjuk tagadni, mert ez így van. Jó. Beszéljünk a cigánylányról? Beszéljünk, bár csak pár percünk van hátra az első részből, de elkezdhetünk erről beszélni. Ez újra és újra előkerül egyébként, sokaktól hallottam már ezt a problémát. Budaházi Gusztáv hallgatón kérdezi, sérte az valamiféle polkorrektséget vagy mást, ha cigánylánynak így egybe írom a helyesírásilag cigánylánynak írandó szót. Ne kérdezzék tőlünk, hogy helyesírási kérdésekben én legalábbis nem érzem magam miért van, annak fogalmam sincs, hogy egybe kell írni, vagy külön. De hát úgy értelmezem. Igen, de én úgy értelmezem a kérdést, hogy fordítsuk ezt át beszélt nyelvre, és akkor azt magyar anyanyelvűek vagyunk. Tehát, hogy egyben mondjuk-e, vagy külön mondjuk, mert aztán, hogy kell írni, ez egy más kérdés. Tehát, hogy cigánylány egybe, igen, vagy cigánylány, igen, ez másképp is hangzik. Vagy például a cigányasszonyt. Hogyne. Én egyben mondom. Igen. Igen, azt mondja, hogy ezt is a PC-t hírből sem ismerő, nem is olyan régen, nem is olyan régiek, még egybeírták ugyanis. És hát én s a környezetemben mindenki köztük a cigányok is így mondják. Igen. És tényleg, azt senki sem mondja például, hogy norvég lány, vagy, és persze magyar lányt is csak egy sajátos nyelvi környezetben legfőjebb, ahol még a magyar jány is elmegy, nem tudom, hogy Budaházi Gusztáv milyen környezetre gondol. Nem tudom. Hallottunk már ilyet néhány népnévvel, igen, tehát talán azt, hogy zsidónő, azt hallottuk már. Hogyne, zsidóval végigmegy az egész. Igen, hogy zsidó gyerek? Zsidó asszony, zsidó lány, zsidó fiú. Hozzáment egy zsidó fiúhoz. Igen. Zsidó gyerek. Ugyanígy végigfut, és talán még... Én arra szoktam gondolni, hogy ez azért van, mert tehát a nemzetiségekkel ez nincsen. Tehát nincs az, hogy hozzáment egy román gyerekhez, hanem hozzáment egy román gyerekhez, és boldogan élnek. Az egybevonás, én úgy vettem észre, érdekes módon a zsidó meg a cigány esetében a leggyakoribb, amikor is ezek, hogy mondjam, nem külföldiek, hanem a velünk élésnek valami sajátos módozata. Mint hogyha hát csak kicsit különböznének tőlünk. És azért mondom ezt, mert van fiatal ember, öregasszony, szegény ember, pontosan megint ugyanígy, hogy azok hát a szokásos életnek kissé valamilyen irányba elkülönült változatai. Ez nagyon érdekes feltételezés, szerintem a szünet után erre még vissza kéne egy kicsit térni, mert most egy pár perc szünetet kell tartanunk, de nem is tudom, hogy hallgatóinknak mennyire világos ez a párhuzam, de mindjárt visszajövünk, és akkor elmagyarázzuk. Szószátjár. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni. Akkor ismételten üdvözöljük hallgatóinkat a szünet után. Én Kálmán László vagyok. Én Nádasdy Ádám. A szerkesztő Sugár Ágnes és a felvételt Bence József készíti. Ott hagytuk abba, hogy vannak olyan, most akkor megpróbálom nyelvtanilag megfogalmazni a dolgot, vannak olyan szóösszetételek, amelyek
szinte változatlan formában jelzős szerkezetek is lehetnének, tehát ilyen melléknév, főnév. Valamilyen valaki. Igen. Mondjuk a nemzetiségek nevénél egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert a nemzetiségek neve főnévként is használható, tehát amikor azt mondom, hogy cigányasszony, akkor nem teljesen világos, hogy a cigány az ebben melléknév vagy főnév, de a szófajt most hagyjuk is. Jó. A lényeg az, hogy ezeket külön is lehetne két külön hangsúllyal mondani, az írásmód nyilván ennek megfelelő, de nem kívánok belemenni. Tehát lehet azt is mondani, hogy egy cigányasszony. Igen. És lehet egybe is mondani, úgyhogy cigányasszony. És ez azt mondtad, hogy párhuzamos azzal, hogy más jelzőkkel is, más melléknevekkel is, amelyek nem nemzetiséget vagy etnikumot jelölnek, ez szintén előfordul, hogy beszélünk egy szegény emberről, igen, ami nem ugyanaz, vagy nem teljesen ugyanaz, mint egy szegény emberről beszélünk. Igen, igen. Na most igen. Két kérdés van, az egyik az, hogy miben is különbözik a jelentésük, és a másik az, ami talán összefügg ezzel, hogy miért érzik egyesek bántónak ezt az egybemondást, különösen ha etnikumokról van szó, tehát hogy igen. Én is hallottam már, hogy bántónak érzik azt, hogy cigányasszonyról beszélnek, miközben norvégasszonyról nem beszélnek, vagy osztrákasszonyról. Bocsáss meg, hogy csak hogy jól értsem. Van, aki úgy gondolja, hogy udvariasabb, vagy tapintatosabb, vagy korrektebb azt mondani, hogy a szomszédunkban lakik egy cigányasszony, aki remekül főz, gondolom, mint azt mondani, hogy a szomszédunkban lakik egy cigányasszony, aki remekül főz. Vannak, akik így érzik, vagy legalábbis azt érzik, hogy van egy megkülönböztetés, ami nem találnak indokoltnak, abban a szellemben, hogy nem szoktuk egymást a származásunk alapján megkülönböztetni, hogy miért mondjuk azt, hogy cigányasszony, miközben nem mondjuk azt, hogy lakik a szomszédunkban egy hollandasszony. Na, de, bocsáss meg, akkor nem az a kérdés, inkább, hogy sokan úgy gondolják, hogy egyáltalán nem szabad említeni azt, hogy valaki cigány-e vagy sem. És ez lehet, hogy ezt érzik, de akkor ez nem nyelvészeti kérdés, mert ha nem említi, hát nem említi. Arról nekünk hát nincs. Én kifejezetten olyannal találkoztam, hogy az említés módját kifogásolják, hogy másképp említjük a norvégokkal kapcsolatban, mint a cigányokkal kapcsolatban. És hát, hogy mondjam, azt, hogy nyelvileg megkülönböztetjük a távolabbi nemzetiségeket, az úgymond idegeneket, mert ezt mondtad most az előbb, hát hogy igen. Tulajdonképpen ezek pont azt jelölik, hogy ezek nem idegenek. Igen, ezek a miénk. Az idegeneket azokat tényleg külön szoktuk igen, mondani. Igen, igen. És el tudom képzelni egyébként, hogy olyan területeken, ahol nagyobb a nemzetiségi népesség, hogy lehet, hogy mi nem is tudjuk, hogy igenis mondják azt, hogy román gyerek, vagy tógyerek. Vagy svábasszony. Vagy svábasszony, csak mi nem olyan környezetben mozgunk. Igen, tehát igen. Még ezt is el tudom képzelni, igen. És úgy érzem én is, hogy ez pont azt jelöli, hogy nem idegen az illető. Lehet, hogy azt mondja valaki például, hogy hát mi nálunk nincs olyan tisztaság, mint a szomszédban, tudod, mert a svábasszony az nagyon szép rendben. Jaj, várjál, itt most valamit összekevertünk, mert amikor azt mondod, hogy mert a svábasszony az mindent rendben tart, itt kontraszt igaz, van a svábon, tehát igaz. Szembeállítás van a magyarral, és amikor szembeállítás van, akkor mindig csak egy jó, hangsúly. Jó, ez igaz. Mindig igaz. Csak egy hangsúly. Tehát nem egy svéd lányt vett el, hanem egy norvég így lányt. Így van, hát ilyenkor persze mindig hangsúlyos akkor a jelző. Más példát mondok. A buszon nagyon kevesen utaztak. Rajtam kívül még csak két svábasszony ült ott. És ezt el tudom képzelni, én ugyan nem mondanám, de el tudom képzelni olyannak a szájából, aki tehát olyan környezetben él, ahol így van. Bonyhádról utazol Tolnára, akkor igen. Igen, nos, tehát én... a sértő volt, tehát én semmiképp sem érzem, sőt, én inkább, mintha azt fejeznék ki, hogy közülünk való igen. Az illető, és kevésbé igen. Idegen, mintha norvég lenne, vagy osztrák. Igen. Igen. De a másik igen. Érdekesség, ugye, az, amit elsőnek említettem, hogy milyen jelentéskülönbség van a kettő között. Mert akik használják azt, hogy cigányasszony, azok ugyanakkor azt a két szóban mondást is, a két szavas változatot is használhatják, hogy egy cigányasszony. És a kettő között, mintha valami jelentés körül. Én érzek valamit, de az a baj, hogy éppen mindig arról papolunk, hogy tudományról van szó, és az, hogy miket érzünk bele, az nagyon nem biztos, hogy mérvadó, de én érzek valamiféle különbséget, hogy a cigányasszony az egy olyan tipikus, ahogy el szoktuk képzelni a cigányasszonyokat. Egy cigány asszony az lehet, hogy a öltözetében és egyáltalán mindenben teljesen, hogy mondjam, a magyar szokásokat követi, míg hogyha egyben mondom cigány asszonynak, akkor rögtön elképzelem a sokszoknyás
vagy nem tudom én. Igen, értem, tehát a folklór elem belejön. Igen. És talán a zsidóságnál is hasonlóképpen, hogy tartja a vallás, vagy a szokásokat, vagy... Nézzünk egy példát. Párizsban laktam sokáig, és a szomszédomban lakott egy cigányasszony. Valóban, ha ezt hallom, akkor erre a folklorisztikusra gondolok, tehát olyan nő, akinek az egész külseje, életvitele, szokásai, most akár rokonszenves vagy nem rokonszenves módon, mindegy, de olyanok voltak. Ha pedig azt mondom, hogy a szomszédomban lakott Párizsban egy cigányasszony, akkor lehet, hogy tényleg csak arról van szó, hogy Madame Dubois-ról van szó, aki egyszer pontosan a lépcsőházban egy beszélgetés során megemlítette, hogy ő egyébként cigány. Pontosan erre gondolok, ahogy egyébként a többi jelzős szerkezetnél és a szegény embernél is érzem ezt. Egy szegény ember, az például egyáltalán nem biztos, hogy úgy is néz ki, mint egy szegény ember. Igen. Csak éppen nagyon rosszul áll anyagilag. Míg ha egyben mondom, akkor az azt sugallja, hogy ránézek, és már is látom rajta, hogy ő ebbe a csoportba tartozik. Mintha egy színdarabnak az adott szereplője volna. Tehát azt mondom, hogy a mi bankunkban, lássuk be, szegény emberek is forgalmaznak néha pénzt. Ugye? Igen, valóban. Ez nem azt jelenti, hogy kucsmájukat gyűrögetve jönnek be. Eszedbe se jutna egybe mondani, mert az tényleg ezt sugalna, és az furcsa lenne. Érdekes még a fiatal ember. Az ugyanis, mint egybe mondott, nevezzük összetételnek, talán ez még az írás is úgy kívánja meg, de mindegy, az csak hímnemű lehet, férfi. Egy fiatal ember, azt úgy érzem, hogy az férfi és nő is lehet, fiatal személy. Tehát azt mondom, hogy a hallgatóim, akik ugye férfiak, nők fele részben, a hallgatóimnak is szoktam erről beszélni, mert szerintem fontos, hogy egy fiatal ember halljon egy idős embernek a tapasztalatairól. Igen. Ugye? És ahogy megszoktuk, hogy az összetételek sokszor váratlan dolgokat fejeznek ki, a fiatal ember így egybe tényleg férfiakra vonatkozik, és ezt ugye nem indokolja semmi, csak az, hogy ő összetett szó, és összetett szavakhoz. Hát az a régies használat, amely az embert a férfivel azonosította. Hát történetileg az magyarázza. Hát igen, én még gyerekkoromban hallottam ilyet, hogy a szomszédéknál az ember megbetegedett, és kórházba vitték. Ez a tájnyelvileg még létezik, és igen, de a standard nyelvváltozatban az embernek már nincs olyan jelentése, hogy férfi. Érdekes az is, hogy az idős szóval, ugye, ami egy újdonság abban az értelemben, hogy öreg helyet használjuk eufemisztikusan, hát szépelgően mondjuk így, azt sosem mondjuk egybe, tehát egy idős ember állt a bolt előtt, csak azt szoktuk mondani, hogy egy öreg ember, vagy egy vén ember. Ez nekem már egy kicsit meseszerű a vén ember, de székelyföldi ismerőseim simán használják nekik a vén, még egy teljesen semleges szó az öregség. Tehát azt mondja, az egyik nagynéném, mondta egy ismerősöm, hát már vén volt, úgyhogy oda vettük magunkhoz, így fogalmazott. De érdekes tehát, hogy van vén ember, van vénasszony, van öreg ember, öreg asszony, mert ezek is módozatai a köztünk élő különböző lehetőségeknek. Az idős ember, ugye, és az megint lehet férfi és nő, mint a fiatal ember, érdekes. Jó, köszönjük szépen. Szerintem a politikai korrektséghez ennek nem sok köze van. Illetve hát, ha úgy érzik a hallgatók, akkor persze van köze, hát most mit csináljunk, hát igen. 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 Jó. Barátágot a hallgatónk, teljesen más téma. Megint az a fajta kérdés, már több ilyen volt, amikor szemlátomást ugye, itt most unokáról van szó, tehát szülők vagy nagyszülők a gyerekeik, illetve unokáik által kapott leckét tőlünk próbálják megtudakolni, hogy mi a megoldás nyelvtani feladatokban. És te nem tudsz válaszolni. És mi sose tudunk válaszolni, hogy szörnyű érzés. Bocsáss meg, milyen intézetben dolgozol? Mondd csak szépen bele a rádióba. A nyelvtanmányi intézet, de az nem az iskolai magyar nyelvtani intézet. Igen. Szóval azt mondja az unokám leckében, aki harmadik osztályos tanuló, kell megállapítani, hogy a gőz milyen főnév, köznév, gondolat és stb. Legyen szíves segíteni. Hát először is ezt nagyon régen kaptuk, ezt a kérdést, ugye nálunk sorba állnak a kérdések, tehát már biztos késő a segítség. Reméljük egyébként azóta leérettségizett. De azért érdemes mégis ezt a kérdést megemlíteni, amellett, hogy nem tudom a választ, hogy gondoljuk bele abba, hogy harmadik osztályos tanulóknak kell ilyen kérdésekre tudniuk a választ. Én nem tudom, hogy
milyen szabályt tanultak erre a gyerekek, bár láttam már harmadikos tankönyvet. Nem tudom, hogyha bebiflázza a szabályt, akkor meg tudja ezt mondani, tudja aktívan alkalmazni a szabályt, de az a gyanú, hogy nem, mert ez nagyon elvont osztályozás, hogy mondjuk a konkrét dologra utaló személyre, fogalomra, gondolati tartalomra, szóval ezek nagyon elvont fogalmak. Ha megad mondjuk 3 vagy 4 választási lehetőséget, a között esetleg még agytornának nem rossz. Gondolok erre, most ezt csak kitalálom, mint laikus, hogy a biológia tantárban is ugyanúgy lehet azt mondani, hogy az alábbi állatokat sorolja be, azt szerint, hogy házi állat, ja, vadállat, hasznos állat, félelmetes állat, mit tudom én. És hát akkor persze, ha választani kell, én is meg tudnám oldani. Csak itt nem sorolta föl a kedves hallgató. Nem sorolta föl, hogy miből lehet választani. Csak azt írta, de... hogy köznév, ugye, és gondolati. Na most ezek nem egy szinten vannak. Na, ez a baj. A köznév az ugye egy nyelvtani vagy szófai kategória, így van. Tudjuk, hogy a névszóknak azt a fajtáját szokták köznévnek hívni, amelyik nem tulajdonnév, hogy ez mit jelent, azt Hosszú történet, nagyon nehéz megmondani, de ez már maga is egy nagyon elvont különbségtétel egyébként. A gondolati pedig valahogy a tárgyára utal. A jelentésére. De hát az is egy rettentő elvont kérdés, és ráadásul egy olyan szónál, mint a gőz, azért valljuk be őszintén, ha gyorsan megkérdezik tőled, hogy a gőz az, ez egy tárgy, akkor a, hát elgondolkozol egy pillanatra, mert tudjuk, hogy ez egy fizikai jelenség, és azt is tudjuk, hogy persze azok ilyen részecskék, azok ilyen kis vízmolekulák, meg minden, de azért rámondani, hogy ez egy tárgy, az azért nehéz, mert a határai nem élesek, mert olyan gáznemű... Meg... Hát a szilárd testeket szoktuk tárgynak nevezni, nem? Hát a vizet sem szoktuk tárgynak nevezni. Biztos. Hát, nem tudom. Most a fizika persze nem tudom, hogy mit csinál. Szerintem a tárgy szót a fizika azt, nem használja. Ezt mondom, hogy ez nem egy fizikai kérdés, hanem valamilyen metafizikai vagy ontológiai kérdés. Szerintem nem harmadik osztályosoknak való. Jó, azt szögezzük le, hogy köznévnek köznév. Köznévnek biztos köznév. Gondolatinak szerintem nem gondolat, mert az olyan, mint a szabadság meg az ilyesmik. Viszont mondjuk el, hogy a szabadság is köznév. Persze. Tehát ott azért nem tudunk erre könnyen válaszolni, hát de hát a kettőből, amit ő felsorolt, hogy köznév, e vagy gondolati, köznév. Igen, igen. És attól, hogy nem megfogható és nem élesek a határai, mert hogy gáznemű, attól ő még egy fizikai dolog, tehát nem gondolati, gondolom én, de nem tudjuk, hogy mik volt a többi választási lehetőség, úgyhogy ezt erre nem nagyon tudunk válaszolni. Következő kérdés. Igen, ha és amennyiben. Ha és amennyiben. Ezt egyébként már szerintem a korábbi műsorfolyamban kérdezték tőlünk, Fogarasi D. László teszi fel a kérdést. Sokat hallom jogászaink szájából a ha és amennyiben szófordulat használatát. Az én fülemnek ez valójában egy teljesen fölösleges ismétlés, amely inkább csak amolyan jogászkodó nyomatéknak tűnő kifejezésként hallatszik, amivel el lehet kápráztatni a jogtudatlan publikumot és a tanult kollégákat. Van bármiféle értelmi különbség a ha és a ha és amennyiben között? Ha még tanultabb lennék, használhatnám a ha és amennyiben, valamint abban az esetben formát is? Az egész tévedés. Igen. Ugyanis a ha és az amennyiben az nem ugyanazt jelenti, mint ahogy az angol megfelelője se if and when. Ez egy nagyon fontos különbség. A ha az azért kell, hogy én világossá tegyem, hogy én ezt egyáltalán nem engedem meg, én ezt nem tartom be megvalósulandónak, ez nem következik ebből a szerződésből, amit itt most leírunk, és ez semmiképpen sem része a jelenlegi jogi procedúrának. De természetesen minden lehet, hát kitörhet a Gellért-hegyi vulkán például. Igen. Az amennyiben azt jelenti, hogy ha megtörtént ez a dolog, akkor mit kell csinálni? Tehát csak amennyiben is lehet használni, tehát amennyiben, tehát írja meg a végrendeletet, amennyiben ön elhalálozik, akkor ez és ez fog örökölni. Ahhoz nem kell hozzátenni a ha szót, ugyanis ön biztosan el fog halálozni, hiszen azért írta a végrendeletet. Tehát azt mondod, hogy az amennyiben az neked az akkor, igen, vagy az amikor, ahogyan legyen értek. If and when. Aha. És ezt nem kell összemosni, ezt a kettőt, mert ennek igenis jogi különbsége van. Ha csak az volna ott, hogy amennyiben, akkor meg lehetne támadni azzal, hogy tessék, ön biztosra vette, ön beleírta a szerződésbe, hogy amennyiben ön elválik a feleségétől, mint hogyha hát ez várható volna.
ha és amennyiben elválik a feleségétől, akkor persze ez és ez kell, hogy történjen. Én nem egészen így értelmeztem, hát, de lehet, hogy így van. Kérjük jogász hallgatóink hozzászólását. Jó, tegyük hozzá, hogy nem csak a jogász nyelven fordul elő, hanem nagyon sokszor például időnyerési célból a médiában, a politikai nyelven, ilyesmi, és akkor abban az esetben igaza van hallgatónak, Fogarasi D. Lászlónak, hogy ez pusztán csak a hosszabbításra szolgál. Jó, de ő úgy kezdte. Én akkor sem mondanám egyébként, hogy azért, hogy elkápráztassunk bárkit, hanem időnyerés, ez olyan, mint hogy a tavaly helyett azt mondjuk, hogy az elmúlt esztendő folyamán, mert az alatt is igaz, gondolkozhatunk. De ő úgy kezdte, hogy sokat hallom jogászaink szájából. Én azt gondolom, kérem jogászaink hozzászólását. De megmondom őszintén, hogy én eddig másképp értettem, lehet, hogy tévesen, én azt hallottam bele, hogy az amennyiben itt olyasmit jelent, mint az amennyire. Tehát, hogy nem elég az, hogy ha a dolog bekövetkezik, hanem hogy olyan mértékben, amennyire a dolog bekövetkezik. Nem. Jó. Megkérdezzük majd a jogászokat. Oké. Jobbá Tibor hallgatón kérdése. Ez egy nyelvtörténeti kérdés. Tulajdonképpen az ilyesmit meg lehet nézni egyébként a szakirodalomban, de értem én, hogy a hallgatóink nem forgatják a szakirodalmat, és nem is mindig hozzáférhető könnyen. Azt kérdezi, hogy tekinthető-e az áldoz képzett szónak, melynek a töve az, hogy áld. A válasz igen. Igen. És ha igen, akkor mi a helyzet az üldözzel és az oldozzal? Na, mert hogy nagyon hasonlítanak egymásra. Hát az áldoz az valóban az áldból képzett szó, és már az áld is, ha jól tudom, képzett a D is egy képző a végén, és ugyanez a hely, jól gondolja hallgatunk, ugyanez a helyzet az üldözzel szó szerint, ez is az üldből van képezve, ami kihalt vagy nem létező ige, de az üldben is a D is képző, és az ül szó van ott a tövében, az a gyöke ennek a szónak. Állítólag azért, mert hogy a vadászati szakkifejezés lehetett, és ott ülni kellett hosszan, amíg ugye hosszú mill a lesben, igen, amíg igen. Jön a vad. Igen. Az oldóz is, hát az nyilvánvaló. Az is teljesen ugyanez. Az még ma is mind a kettőt használjuk, ugye? Sőt, szinte hát eloldja, eloldozza, még néha keverem is a kettőt. Igen, most arra nem emlékszem, hogy ennek a töve, ez az ol, ez minek a rokona, nem akarok improvizálni, de könnyen lehet egyébként, hogy az omliknak, meg az ontnak a rokona, de nem vagyok benne teljesen biztos. Nem. Jó, tehát ezek képzett szavak, jól látja hallgatók, az érdekes, hogy ezek már ilyen felismerések, amikor az ember rájön, hogy ezek képzettek, mert már nem érezzük bele annyira, és olyan érdekesen felismerjük benne, hogy jé, hát ez egy képzett igen. szó. Igen. Ez olyan, mint a tócsa, amiben nagyon kevés embernek jut eszébe, hogy a tóhoz ennek bármi közel lenne. Így van. Jó, sokan írtak nekünk arról, hogy a hangsúlyozás a médiában, és ugye egyáltalán zavarja őket az, hogy a hangsúlyozásban mindenféle rendellenességeket hallanak. És én el is hiszem, hogy hallanak rendellenességeket, de ezzel mi nem nagyon tudunk mit kezdeni. De köszönjük, hogy elmondja. És volt az a műsor, a Fécsi Blanka és Deme László műsora, beszélni nehéz, ahol nagyon szépen elmagyarázták, hogy miért úgy hangsúlyozzuk a kifejezéseket, ahogy hangsúlyozzuk, és szépen elmondták, hogy mik a szabályok, meg mindenféle írásbeli nyoma is volt ennek. Ők egy ideált vetítettek a hallgatók igen, elé. De az közel állt egyébként a standardhoz. Igen. Mi ilyet nem tudunk megcélozni, hogy elmagyarázzuk, hogy pontosan mik a szabályok, de tudomásul vesszük, hogy ettől való eltéréseket hallanak a hallgatóink. Például Juhász Ágnes azt mondja, vasárnap hallgatom a műsort, a következő jutott eszembe, nem tudom milyen műsort hallgatod, de biztos a Klubrádiót, mert mi mást hallgatna. Hát, persze. Többször hallom az időjárás jelentésben, hogy napos idő várható. Az idősz, most én próbáltam úgy olvasni, ahogy igen, a hallgatónk írta, nagy idővel írta, tehát ott hangsúlyt képzeljünk el, napos idő várható. Igen. Az időszó erős hangsúlyt kap, nehogy azt gondoljuk, hogy a napos után például csibek következik. Hát ez nem tudom, hát tehát ő azt mondja, hogy ez szamárság. Hát jó, úgy érzi, hogy indokolatlanul megnyomta a bemondó vagy a felolvasó az időszót,
És jó, mert ez... ő azt akarja ezzel nekünk kifejezni, hogy ő szerinte csak kontraszt esetén lehetne ezt megnyomni. Akkor se nagyon, de értjük, hogy mi ez viccesen mondta természetesen. Hát jó. Hogy itt az időre nem kerül akkora hangsúly, mint a naposra, vagy hát legalábbis, ugye? Napos idő várható, nem szoktuk hangsúlyozni a főnevet ilyenkor ezekben a jelszű szerkületekben. Hát, tudja, nekem nem hangzik ez magyar. De semmiképpen se nagyobb hangsúlya, mert ahogy ő kiemelte, olyan volt, mintha nagyobb lett volna a hangsúlya, mint a naposnak. Napos idő várható. És ugyanerről ír Tic Tamás, hallgatónk is, mostanában gyakran hallja többnyire hírolvasóktól, hogy érdekesen hangsúlyoznak, például több oka is van, milyen témákban vártok válaszokat, vagy 50 mm-t meghaladó csapadék, és ezek mind ugyanarra a mintára mennek, azért vannak itt együtt, mert mindegyiknél az van, hogy van egy névelőszerű vagy módosítószerű szó, és utána az alaptag, a névszói alaptag, a főnév az, ami a főhangsúlyt viseli, legalábbis a hallgatunk így hallják. És ez valóban a magyarban idegenül hat. Én nem tudom megállapítani, hogy ez terjedőben van-e, vagy hogy a hírolvasók körében terjedőben van-e. Nekem... Elhiszem, hogy ők ezt hallják. Laci, bocsáss meg, nekem nem hallatszik idegenül az, nem? Hogy több oka hogy szeretném megkérdezni, hogy milyen témákban vártok válaszokat. Nekem hogy ez milyen nem... témákban? Nekem ez nem hallgatik. Nekem furcsa. Tehát ha én ezt hallom, én nem gondolok arra, hogy jé, milyen szépen megtanult magyarul, vajon hova valósi. Hát az idegenül hangzás az ezt jelenti, hogy arra gondolok, hogy nem anyanyelvi beszélő. Én, nekem hát az a baj, hogy az rengeteg más kulcs van, rengeteg más részlete a beszédének, amiből tudjuk, hogy nem idegen anyanyelvű, hát hogy ő tökéletesen képzi a hangokat, meg ilyesmi, de nekem az nagyon furcsa hangzik. Jó, mert nem, akkor nem mondom azt, hogy idegenül, de nagyon furcsa hangzik az, ahogy te most mondtad, hogy milyen témákban várja a hozzászólásokat. Mert nekem az a természetes, hogy milyen témákban várja a hozzászólásokat, hogy a milyen nem van a fő hangsúly. Ha, akkor, de... hogyha már a témákról szó volt. De hát, hogy nem ez biztos, most dobom be biztos. Az egészet. Te milyen témáról szeretném a beszélni? Én nem biztos, hogy akkor szó volt már róla. Jó, én az igazság, hogy én egyetértek hallgatóinkkal abban, hogy itt az alaptagnak az eltúlzott vagy nagyobb hangsúlya, mint a módosító, az nem indokolt, vagy nem szokásos a magyarban, de elhiszem, hogy ez előfordul, csak nem tudom, hogy erről mi mit tudunk mondani. Azt tudjuk mondani, hogy... Továbbítjuk a hangsúlyozással foglalkozó kollégáinknak. Hát, ha beillik gyűjteményükbe, vagy ők valami általánosabbat tudnak erről. Hát, mert hogy elképzelhető, hogy van egy ilyen tendencia a magyar nyelvben, de nem, én nem figyeltem még meg, tehát én nem hiszem ezt el egyébként, hogy elkezdjük az alaptagot nagyobb hangsúlyjal hangsúlyozni, mint a jelzőjét, vagy a névelőjét, de nem... Hát nem magyar... is, Laci, ezt persze rögtön meg kell nézni, mert azt én nem mondanám, hogy egy sárga házban lakik. Ők ilyen példákat na hoznak. De ezek nem ilyenek, mert ezt hát, nem mondja senki, hogy egy sárga házban lakik. De miközben az, hogy napos idő hallják... várható, az nekem sokkal természetesen hangzik. Igen. Napos idő várható? Igen. Ha valaki azt mondaná, hogy egy sárga házban lakik, akkor azt mondanám, hogy külföldi. Hát Ádám, akkor ebben különbözünk. Nekem a napos idő várható az ugyanolyan furcsa, mint hogy valaki egy sárga házban lakik. Egyformán furcsának tűnik nekem. Hát jó. Jó. Igen. A nyelv végtelen gazdagságát, mondta Gáldi professzor, nem lehet szabályok kalodájába szorítani. Van itt egy kérdés, amit nagyon hosszan fogalmazott meg a hallgatónk Dudás László, és elnézést kérek, de nem fogom felolvasni a teljes kérdést. A lényege az a kérdésnek, hogy azt veszi észre, hogy a két szó kezd kihalni a magyar nyelvből, hanem mindenki kettőt használ helyette. Hát ez így nem igaz, hát a két szó vígan él. Jó, ő azt mondja, hogy majd a jövőben fog teljesen eltűnni, igen. De hát egyébként lehet, hogy egy van. Bizonyos körben, hivatalos megszólalók esetében valóban azt látom, hogy nem szívesen használják azt, hogy két, hanem azt mondják, hogy kettő. Olyankor is, amikor nem okoz félreértést, ő is ezzel tréfálkozik, hogy 7018-at írunk, képzeljük el, hogy 7018-at írunk. Ugye azért mondja, mert a 2018 ejtésmód teljesen indokolatlan, hiszen hogyha tudjuk, hogy egy évszámról van szó, akkor senki sem gondolhatja, hogy 7-ről lenne, vagy 7000-ről lenne szó. Mi az, hogy indokolatlan a nyelvben? Nincsenek indokolt dolgok. Ó, azért mondom, hogy indokolatlan, mert a kettő szónak az ilyen használata, az hosszú időn keresztül csak a megkülönböztetés kedvéért fordult elő, mikor valaki akarta
azt akarta hangsúlyozni, hogy nem hétről van szó, hanem kettőről, mert a két az túlságosan hasonlít ahhoz, hogy hét. És egyre inkább azt tapasztalom, hogy már nem csak ilyen funkciója van a kettőnek, hogy egyértelművé tegye, hogy nem a hetes számnévről beszél, vagy számról beszél, hanem csak azt mondják, hogy kettő, és nem mondják azt, hogy két, egyáltalán nem mondják azt. És ezt vette észre hallgatónk, szerintem helyesen, mert én is észrevettem ezt. Szerinted mondják azt, hogy figyelj, két olyan pofont kapsz, hogy lerepül a fejed, ehelyett mondják azt, hogy figyelj, kettő de olyan hát pofont kapsz. Az előbb mondtam, hogy hivatalos megszólalókra gondolok. Ja, hát akkor bocsáss meg, az előbb meg, mintha azt mondtad volna, hogy kihalóban van a magyar, vagy a hivatalos... Ebben a rétegében, igen. A hivatalos megszólalás, ez egy vékonyka rétege a nyelvi működésnek. Igen, de hát a hallgatóik hallgatják a Klubrádiót, ahol általában, nem minden műsorban, de azért nagyon sokszor hivatalos stílusban beszélnek az emberek. Ez egy divat. Hát a nyelvben vannak divatok, mint az élet bármely területén. Hát divatba jött. És ugyanúgy, mint minden más divat, hogyha elterjed, és nagyon széles körben elterjed, akkor tényleg előfordulhat, hogy eluralkodik. Ilyen folyamat számtalan nyelvben, számtalan esetben előfordul. És akkor lehet, hogy a kettő számot a magyarban csak úgy fogják mondani, hogy kettő, és nem lesz olyan alakváltozata, hogy két. Így van. Egyenlőre szerintem távol vagyunk tőle, ahogy te is mondtad, hogy egy szűk réteg használja egyenlőre. Igen. Ha meg nem, akkor meg be fog következni, és akkor nincs ellene mit tenni, nem tudom. De miért is volna? Tessék? De miért is kellene ellene bármit tenni? Hát érted? Hát ezt kérdezi a hallgatónk tulajdonképpen, mi mit gondolunk erről, mi azt gondoljuk erről, hogy nem érdemes ezzel hát, semmit Isten, se tenni. Divat, hát igen. Igen. Jó. Még egy nagyon rövid kérdés, Hetényi Zsuzsa kérdezi, a bélbolyhokról olvasok, egyes számban így fordítják, bolyh. Sőt, egy ilyen mondatot is látott, bolyh, bolyh hátán, az én filmnek boholy, boholy hátán lenne, mint a pehely, kehely, stb. Igaza van a professzor asszonynak, mert ez a etimológiailag megfelelő. Tehát, biztos vagy benne? Igen, pehely, pejhes, boholy, bolyhos. Hát legalábbis gondolom, nekem is jól hangzik, de nagyon elavult. Én utána néztem, és a boholy az nincs dokumentálva sehol, csak boly alakban létezett mindig. Tehát úgy néz ki, hogy nem abba a családba tartozik, mint a pehely és a akkor kehely. Akkor nincs igaza a professzor. De ez tulajdonképpen nem kell, hogy érdekeljen minket, hogy a múltban létezett-e boholy szó, vagy nem létezett, mert mondhatjuk azt, hogy ma sokkal jobban hangzik az, hogy boholy, mint az, hogy boly. De hát jobban hangzik. Nem tudom, hát soha nem használtam ezt a szót, de a tény, a történeti tény az, hogy nem tehát létezett. Én mikroszkóppal vizsgálom a bélbolyhokat a hallgatóimmal, és azt mondom, hogy na vegyék észre, ott az egyik bolyh meg van duzzadva, mondjuk, ugye? Igen. Nem az egyik boholy meg van duzzadva. Ez, hogy boholy, ez a nyomtatott szövegekben, magyar nyomtatott szövegekben nem fordul elő. Sajnáljuk. Köszönjük szépen a figyelmet. Most lejárt az időnk, de a jövő héten újra jövünk. Én Kálmán László vagyok. Én Nádasdi Ádám. Viszont hallásra.